március 28-án, virágvasárnap délelőtt Ferenc pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter Bazilikában. Homiliájában a csodálkozásról és a megdöbbenés szükségességéről beszélt. Ha nem vagyunk képesek újra meg újra rácsodálkozni Isten irántunk tanúsított végtelen szeretetére, akkor keresztény életünk könnyen elszürkülhet és hitünket felemésztheti a megszokás. Ez a liturgia minden évben csodálkozást vált ki bennünk, fogalmazott Ferenc pápa. A Jeruzsálembe bevonuló Jézus fogadásának öröméből átlépünk annak fájdalmas szemlélésébe, hogy halálra ítélik és megfeszítik. Az emberek húsvétra az erős felszabadítót várják, aki a rómaiak fölött karddal szerez győzelmet. Jézus azonban azzal a szándékkal jön, hogy életáldozatával betöltse a keresztény ember életét. Ma is sokan csodáljuk Jézust, de ez nem elég. Csodáljuk, de életünk nem változik, mert nem elég csak csodálni Jézust, követni is kell őt az úton. Az Úr úgy győzedelmeskedik, hogy elfogadja a fájdalmat és a halált. Jézus kiüresítette és megalázta önmagát. Dicsőség helyett töviskoszorú a koronája. A kereszten átéli legrosszabb lelki állapotunkat, a kudarcot, mindenki elutasítását, az őt szerető tanítvány árulását és Isten elhagyását is. Megtapasztalja testében legfájdalmasabb ellentmondásainkat, és így megváltja és átalakítja őket. A nagy hét folyamán nézzünk fel a keresztre, hogy megkapjuk a csodálkozás kegyelmét, fogalmazott Ferenc pápa. Ámuljunk el Jézuson, hogy újraéljünk, hiszen az élet nagyságát annak felfedezése adja, hogy Jézus végtelenül szeret bennünket. L'icona più bella dello stupore. Közvetlenül Jézus halála után az evangélium a csodálkozás legszebb ikonját tárja elénk. A keresztnél a római százados látta, hogy hogyan lehelte ki Jézus a lelkét, majd így szólt. Ez az ember valóban az Isten fia volt. Teljesen megdöbbentette a Jézusból áradó szeretet. Ebben az ingyenes és soha nem látott szeretetben a százados, egy pogány ember felfedezi az önmagát feltáró Istent, aki csak a szeretet fegyvertelen és lefegyverző erejével uralkodik. Ferenc pápa homiliája végén kiemelte: engedjük, hogy ez az ámuló csodálkozás minket is átjárjon. Nézzünk a megfeszítetre, és mi is mondjuk: te valóban Isten fia vagy. Te vagy az én Istenem. Tu sei il mio Dio.